Sziasztok, drágáim! Anami vagyok. Szellemi dolgokkal foglalkozom, de nem vagyok egy ezóarc. Nagyon gyakorlatias vagyok. Ennek a sorozatnak az a mottója, hogy az ezotéria annyit ér, amennyiben az életedet a gyakorlatban jobbá teszi. Nagyon sokat jelentene számomra, ha feliratkoznátok a csatornánkra, úgyhogy kérlek szépen iratkozzatok fel. Köszönöm! Ez a videó szól a régi gyakorlóinknak, az újaknak, és igen, neked is. Neked is, hogyha szeretnél boldogabb lenni, és eleged volt a szenvedésből. És az, hogy gyakorlatias vagyok, az azt is jelenti, hogy nem csak dumálni fogok, hanem emögött van egy módszer, ami segíthet. És ráadásul fontos, hogy ez mindenki számára elérhető legyen. Úgyhogy a videó végén fogok arról beszélni, hogy az ingyenes lehetőségeket hogy tudod igénybe venni. Ha valaki nem ismeri a történetemet, magamról nagyon röviden csak annyit, hogy már eleve betegen születtem, 20 éves koromra már kerekesszékben ültem, félig vakon, egy gép tartott életben. Rájöttem, hogy ez nem annyira jó poén. Rájöttem arra is, hogy nem találom egyszerűen fejben a megoldást, sem arra, hogy a testem hogy tudna újjáépülni, sem arra, hogy a bántalmazó gyerekkorom után hogy lehetne az, hogy ne fájjon a szívem azok miatt, amiket átéltem. Úgyhogy arra törekedtem, hogy meghekkeljem a Matrixot. Az égiek ható segítségével kidolgoztam egy módszert, amit a Nomai programnak hívnak, és arról szól, hogy te hogyan tudod meghekkelni a Matrixot, hogy boldogabb legyél. És hogy mit jelent az, hogy meghekkelni, vagy megbuherálni a Matrixot? Mindenki azon dolgozik, hogy megtalálja a módot arra, hogy a körülmények úgy alakuljanak, ahogy ő azt szeretné. Erre három megoldás van, az első kettő előre szólok, hogy nem működik. Az első megoldás az, hogy haragszunk másokra, mert nem azt csinálják, amit mi szeretnénk. Kettő, csendben sajnáljuk magunkat. És három, elkezdünk változtatni magunkon, és ezáltal elkezd változni a külvilág. Csak hogy ez nem fejben történik. Mert igazából azt mondják, az ezotéria azt mondja, hogy a gondolatainkból születik a külvilág. Szerintem nem, mert mindenki fejében azért vannak negatív gondolatok is. Ha minden negatív gondolatunkból egy külvilágbeli esemény születne, akkor eszem elég nagy bajban lennénk. A gondolatok gyengék ehhez. Amiből valóban születik a külvilág, az az energetikai kódotok vagy lenyomatotok. Erre épül a test. Ebből születnek a gondolataink, ebből születnek az érzéseink, és ez szüli a külvilágot, végsősorban a sorsunkat is. Az Anami program egy olyan módszer, amivel pozitív irányba tudod változtatni az energetikai kódodat, ezáltal a külvilág is pozitív irányba mozdul. És az király. Ezekben a rövid videókban beküldött kérdésekre válaszolok, de először is nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi kérdést küldtetek, biztos, hogy nem tudok ebben az egy adásban, de még a többiben sem egyszerre válaszolni az összes kérdésre. Ha időérzékeny az, amit kérdeztetek, az sok múlik azon, hogy hamar kapjatok választ, akkor két hetente Budapesten tartok kurzusokat, gyertek el, az Anami kurzuson mindig lehet kérdezni, várlak benneteket szeretettel. Arra gondoltam, hogy tematikus adások lesznek, úgyhogy a beküldött kérdéseiteket úgy fogom feldolgozni, hogy van, amelyikre általánosságban fogok válaszolni, van, amit majd kiemelek, és témákra csoportosítom őket. A mai adás témája igazából nem a kérdéseitekben rejlik, hanem abban, hogy hogy tettétek fel azokat a kérdéseket. Drágáim, kész vagyok. Elolvasom nektek, és meg fogjátok érteni, hogy miért. Ezek kiemelt kérdések az eredeti kérdésből. Például, elaprózott lassú lépésekre kényszerítem magam tudattalanul? Mit csinálok rosszul? Mivel idéztem elő ezt a helyzetet? Vagy minden embernek úgymond akkora bűne van, hogy évtizedeken át kell ledolgozni? És a legpozitívabb ezek közül pedig az, hogyan tudom az önszeretetet választani? Gyakorolni az önkritika helyett. Biztos kitaláltátok a mai témánkat, ez az önvád. Van egy jó hírem, nincs olyan személyiségvonás, hogy önvád. Nincsen. Van olyan, hogy az embernek fut a fejében ez a gondolatsor, és ennek van egy érzelmi töltete is, ez egy érzés is egyben, hogy bűnös vagyok, vagy valamit rosszul csinálok. Ne hidd el, amit gondolsz. Nincs olyan személyiségvonás, hogy önvád. Ezt úgy hívják, hogy energiablokk. És az a jó hírem, hogy ki lehet tisztítani. Nem kell, hogy így érd le az életed. Nem ez a valóság.
És tudom, hogy ez egy menő ezoterikus nézőpont, hogy mivel is idéztem elő ezt a helyzetet, mit csinálok rosszul. Vagy például, ha valaki beteg, számtalan könyvet lehet arról elolvasni, hogy mit csinál rosszul, ami miatt ez a betegség kialakult. Drágáim, ez hamis. Ez hamis. Nem hiszek az önvádban, nem hiszek abban, hogy az ember magát hibáztassa. Az én szememmel, ha az én szememmel látnátok, akkor azt látnátok, hogy szeretet van és egység van. Nem bűnösök vagyunk itt a Földön, hanem hősök. Ez nem egy könnyű bolygó. Nem tudom, hogy ti hogy érzitek. Egy emberi életút nem könnyű. Úgyhogy drágáim, ne nehezítsétek azzal, hogy magatokra haragszotok. Hogyha valami nem úgy alakul a külvilágban, ahogy szeretnétek. Én azt látom, hogy mindannyian hősök vagyunk, akik lejöttünk ide az anyagba. Azért, hogy magunkon keresztül megemeljük. Mindannyian vállaltunk egy részt az egységből, amit átfényesítünk. Minden embernek van valami, ami nehéz. Nem azért, mert valamit rosszul csináltok, hanem azért, mert vállaltátok ezt a küldetést. Hogy magatokba fogadjátok ezeket a nehézségeket, és magatokon keresztül emeljétek őket. Hogy mostantól ne gondoljatok úgy magatokra, hogy bűnösök vagytok. És hogy lehet ezt elérni, mert ugye mondani könnyű, meg lehet, hogy fejben már ti is tudjátok, de újra és újra visszatérnek ezek a gondolati minták. Azért itt bevezetek egy szakkifejezésnek tűnő dolgot, valójában nem szakkifejezés, igazából az életünk múlik rajta, ezt úgy hívják, hogy csakra. Arról szól, hogy minden csakránk egy-egy életterület. Ha valamelyik életterületetek nem tetszik, például párkapcsolat, hivatás sorolhatnám, akkor lehet, hogy az ehhez kapcsolódó csakrákon érdemes egy picit tuningolni. Ebben tudnak segíteni az anomi program gyakorlatai, a kristályok, a hanganyagok, meg a csakravíz. Mi a helyzet az önváddal? Melyik életterülethez tartozik? Drágáim, a köldök csakra az azért felel, hogy az ember ereje teljében legyen, ható ereje teljében is. Biztos éreztétek már, hogy az önvád az ebben nem segít, ott elfolyik az energia. Amikor a köldök csakra jó állapotban van, akkor az ember igazából előre tart. Azért dolgozik, hogy megvalósítsa azt a küldetést, amivel megérkezett ide a Földre, hogy a ereje teljében és vitalitásban élhessen itt. Amikor a köldök csakra jobb állapotba kerül, akkor ez az energiaveszteség megszűnik. A másik energiaközpont pedig, ami ide tartozik, az a szív. Amikor ez a terület jól működik, akkor az ember a szeretetet választja, és igen, önmaga iránt is. Ami fejben lehetetlen, az energetikailag megvalósítható. A légzés, a mozgás, tehát a gyakorlatok, a csakravíz, a frekvencia és a kristályok dolgoznak rajtatok. És ez a terület elkezd átalakulni. És hogyan lehet az önszeretetet választani? Képzeld el, hogy te vagy ez a csodálatos gyermek, akit nagyon-nagyon szeretnek. Hogyan bánnál magaddal? Hogyan tudnál együttérző lenni magad iránt? Dolgozz azon, hogy ítélkezés helyett inkább együttérző vagy. Nem volt könnyű az az út, ami idáig elhozott. Biztos, hogy minden emberi életút nehéz. Úgyhogy légy magaddal együttérző, szeresd magad nagyon. Nézd meg, hogy ez a gyermek mire vágyik. Bánj magaddal úgy, mintha egy csodálatos gyermek lennél. Lehet, hogy jó lenne otthon egy kicsit bekuckózni, inni egy teát, olvasni valami nagyon jó könyvet, vagy egyszerűen csak női magazinokat. Milyen jó lenne egy kicsit bebújni és megadni magadnak, amit szeretnél. Vagy pont ellenkezőleg, lehet, hogy másra vagy. Talált ki, hogy mire, és a legnagyobb szeretettel, mint egy ajándékot add oda magadnak. És ha bejön neked ez a szeretett dolog, mert nekem nagyon bejön, akkor várunk szeretettel az anami körökbe. Erről minden információt megtudsz a honlapunkon. Ez egy ingyenes lehetőség arra, hogy kapcsolódni tudj másokkal ennek a szellemében. Ha pedig szeretnéd kipróbálni a gyakorlatban, amikről beszéltem, akkor erre is van egy ingyenes lehetőség, ez pedig a személyes konzultáció akkor, hogyha még nem gyakoroltál nálunk, vagy visszatérő vagy. És van még villámkérdés, amire gyorsan válaszolnék. Az egyik az, hogy szeretnétek jönni, többen jeleztétek, hogy szeretnétek jönni karmikus tisztító kurzusokra, de nincs hely. Drágáim, van egy jó hírem, van. Hálásan köszönöm a stábomnak. Mi is rájöttünk, hogy kevés volt a hely, úgyhogy változtattunk rajta. Gyertek! Vagy lesz-e olcsó? Igen, lesz. Március közepén indul. Én megyek egyedül hozzátok. Nagyon lelkes vagyok. 8 helyszínen leszek ott, találkozunk ott, nagyon-nagyon várom, nagyon jó lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, szuperek vagytok, imádlak benneteket, találkozunk nem sokára, vagy a kurzusokon,
vagy itt a csatornán. Sziasztok, drágáim!